Hogyan működik egy villanyboiler? Felrajzoltam ide egy ábrát, ezen fogom elmagyarázni. Az alkatrészek, ha valaki még nem látott ilyen videót, itt ez a kék színű vízsugártörő, ez a piros, ez a hőmérséklet érzékelő, ami ugye ebbe megy bele, illetve ebbe, nem egyforma a két darab, egy anód, fűtőszál, belső meleg vízcső, és ugye nyilván fölül is. Ez a boilerünket fektetve szereltük fel, de ugyanígy néz neki belülről, hogyha állítva lenne. Itt van egy vízsugártörő, sokszor volt már szó róla. A szerepe az az, hogy a vizet azt ne engedje, hogy a víznyomás ellökje a tartály végéig és cirkuláljon benne, tehát hogy így. Hanem az a szerepe, hogy itt szétporlassza, és ezen a részen így menjen a víz és keveredjen a hideg, illetve a benne lévő meleg. Ez a zöld színű rész, ez a fűtőszál. Ott a másiknál is, lefelé kanyarodik a vége, hogy a tartály alját ebben az esetben is elérje és ott melegítse a vizet. Hogyha ez állítva van, akkor is a tartály alján van, hiszen akkor az lenne a teteje. Van egy anódunk, ennek a szerepe az, hogy megvédje a tartályt a korróziótól. Ehhez azért kell, hogy legyen egy földelés is, egy jó földelés bekötve, hogy ez ténylegesen tudjon működni. Jó, és mellette még van egy darab fekete csövünk itt fönt is, ez pedig a tokcső. Ebbe helyezkedik el a hőmérséklet érzékelő, az NTC. A működése akkor, ahogy elkezdtem mondani, ugye itt bejön ezen a ponton a hideg víz, és ez itt elkezd benne tekeregni. Amikor feltölti a tartályt, akkor kinyomja ezen a csövön keresztül a levegőt át a másikba, és így feltöltődik vízzel. A tartály mindig tele van vízzel, tehát nem tudunk csinálni, hogy most mi elzárjuk a vizet, és utána kifürödjük a boilerből, hogy üres legyen, benne fog maradni a víz. Itt látszik talán, hogy miért. Tehát abból indulunk ki, hogy a tartály föl van töltve, tele van vízzel, tele van meleg vízzel. Hogyan kerül ki ebből a készülékből a meleg víz, és aztán hogyan működik ez így tovább. Amikor kinyitjuk a meleg vízcsapot, ha nincs víz utánpótlás, tehát elzártuk a vizet az utcába, vagy a vízoránál, vagy akárhol, akkor kijön 1-2 deci, ami a nyomás miatt még a rendszerben van, de a többi benne marad a kialakításból adódóan, hiszen ugye itt van a víz, itt van a víz, és itt a végén van ez végén a, van az a rész, ami a legmagasabban van, és ott folyik ki a víz. Tehát minden, ami ez alatt van, az nem fog kifolyni. Na most ahhoz, hogy ez kifolyjon belőle, ehhez az kell, hogy be legyen kötve a hidegvízünk, és ezen a csonkon keresztül jön befele a hidegvíz. Ez egy zárt rendszerű villanyboiler, így itt mindig nyomás alatt kell lennie ahhoz, hogy használni tudjuk a vizet. Ezen a ponton ugye beérkezik a hidegvíz, a vízsugártörőt már meséltem, ez a lényege, hogy így itt összekeveri a vizet, de ahogy itt halad befele, és tolja maga előtt a meleg vizet, mert hogy ez a szerepe, hogy tolja maga előtt a meleg vizet, ezen a ponton, itt ennek az alsó csomnak a végén fog beütni a már meleg vízünk, és jön át ebbe az összekötő csőbe, itt leragasztottam a kijelzőt, hogy tudjak rá rajzolni, és bemegy a felső tartályba, ahol szintén van egy vízsugártörőnk. Ennek szintén ugyanaz a szerepe, itt szétporlasztja a vizet, és amikor ez a szétporlasztott víz megy szépen tovább, akkor eljut oda a felső pontra, ahol is megint elindul visszafele ezen a csövön, és a meleg víz csatlakozásunkon keresztül elmegy a vízcsövön át a zuhanyzóig, a kézmosóig, amit éppen használunk. Tehát a lényege az ezeknek a készülékeknek, hogy ugye mindig a fizika törvényei szerint a meleg fölfele száll, tehát itt bemegy, ezt nem engedi, hogy összekeveri az egész tartályt, hanem csak porlaszt, ott a tetején beszívja a vizet, átmegy a másik tartályba, itt megint porlasz, és kinyomja azon a végén fönt a felső csövön keresztül. Egyszerű a működése, hogyha ezt így már egyszer valaki végignézte, végighallgatta, nem egy ördöngösség. El kell fogadnunk, hogy így működik, nem fog kifolyni belőle a víz. Leeresztésnél is nem véletlenül az alsó ponton engedjük le, hiszen fölül nem jön ki. Hogyha itt nyilacskákkal akarnám jelölni, akkor azt mondanám, hogy itt így megy a víz arra, erre lefele, és ez létrehoz tulajdonképpen egy ilyen örvénylést, és a meleg víz
az pedig menekül előle, tolja maga előtt, na, ez nem lett túl szép, és megy be abba a csőbe, és itt jön ki a meleg víz, ami majd aztán, ugye nyilván erre fele fog távozni. Rakok rá nyilacskákat, szépeket. Csinált. Jó, tehát így a működésével ez tolja maga előtt a meleget, amikor ez a tartály kiürült, akkor a felső tartályban még mindig lehet meleg víz, a beérkező hideg, akkor itt már nyilván kék színnel jelölünk, tolja maga előtt a többi meleg réteget. Amikor meg elfogyott, akkor ennél a boilernél nagyjából 50 perc után már van egy tartálynyi 40 fokos víz, amivel a következő ember lezuhanyozhat. A hengeres készülékeknél ott az egészet át kell melegíteni.